tényleg gyerekkorom óta ez volt az álmom, hogy DJ lehessek. Sosem voltam egy hülye gyerek, már bocsánat, tehát hogy én mindig tehát jó tanuló voltam, jó volt az érettségi, tovább tanultam. Tudták, hogy ez az álmom, és egyébként olyan lány vagyok, aki ha valamit a fejébe vesz, akkor megy és csinálja. Elég határozott sajnak gondolom magam, és én élvezem ezt a folyamatot, hogy, hogy minden az én irányításom alatt van. Soha nem a pénz volt, ami motivált. Nem azért kezdtem el az egészet. Fogalmam se volt, hogy egyáltalán ebből meg lehet -e élni, vagy ha ilyen, akkor hogyan, vagy milyen körülmények között. Én soha nem drogoztam, sosem próbáltam ki. Alkoholt, hát mondjuk a bulijaim 97%-ában egyáltalán nem iszom maximum egyszer-kétszer előfordul, hogy kocintunk, de én nagyon maximalista vagyok, tehát hogyha én zenélek, számomra nem fér az bele, hogy mondjuk annyit igyak, hogy az befolyásolja az én teljesítő képességemet, mert én mindig százszázalékosan képbe szeretnék lenni. Ez a szóló a palikék világában, a mai vendégem pedig Regál Liliana, azaz DJ Regán Lili. Hello, szia, üdvözöllek! Szia, sziasztok! Összeszedtem néhány információt rólad, jó, hogy ilyen alapinformációkkal mindenki tisztában legyen, ezeket most elmondom, hogyha valami nem igaz, akkor szólj, de azért igyekeztem, hogy természetesen, hogy, hogy, minden igaz legyen. Regán Liliana 24 éves DJ és producer, tavaly a Rádió egy szavazásán az év DJ-je lett már gyerekkorában is az volt az álma, hogy lemezlovas lehessen, 17 éves korában kezdett beletanulni a szakmába, az édesapjának köszönhetően. Végzettsége szerint személyi edző, és 12 éven keresztül versenyszinten táncolt, főleg csacsacsát és szalszát. A kezdetben csak hobbi szinten űzött DJ-ség hamar a hivatásává vált, ma már rendszeresen hallható a rádió egy hullámhosszain, és a kezdetben kisebb fellépései után jöttek és jönnek a nagyobbak, például a Balaton Soundon, az Foton vagy a Szigeten, de Franciaországban és Vietnámban is játszott már. Szerelmével hat éve van együtt, aki tavaly el is jegyezte őt. Tökéletes. És még mindig ennél együtt jobban, vagytok. Így van, hála okay. Istennek, igen, és ennél jobban én sem tudtam volna mondani. Annyi javítás, hogy szalszázni nem tudok, Na. sajnos, viszont latin táncokat az 12 évig versenyszerűen üztem, illetve a standard táncokat is. Oké, okay, akkor elnézést a szalszára, nem <laughs> tudom, hogy keveredek de biztos éhes voltam, és akkor arra a szalszára gondoltam a szószára, <laughs> Igen, viszont hát nem lehet elmenni amellett, ugye, hát ami a legszembetűnőbb veled kapcsolatban, a hajszíned. A kék haj, ami a védjegyed, de az mióta van? Hát most már több mint kettő éve, egyébként nekem sokféle színű hajam volt, szóval nem ez az első ilyen durvulásom, úgymond. Viszont a kék volt az, ami abszolút hozzám nőtt, és nem volt tudatos egyébként ez a választás, hanem nekem a kék a kedvenc színem, és úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy addig nem nyugszom, ameddig nem próbálom ki és nem vállalom be. Úgyhogy két évvel ezelőtt nyáron egy ilyen váligérő hajam volt, szőke, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor most kipróbálom a telikék hajat, és annyira megtetszett, annyira jól éreztem vele magam, hogy azóta is maradt, és végül egyébként a védjegyem mé vált. Igen. Nem gondoltam rá, amikor tényleg ebbe belevágtam, főleg azért, mert tényleg sokféle színű hajam volt. Milyenek voltak? Volt például olyan, ami szintén ilyen hosszú volt, és egyszerre körülbelül hétféle színű volt. Aztán. Én azt unikornis hajnak neveztem uh -huh. el. az Igen, azt is szerettem. Voltam majdnem fekete, szőke, félig kék, rózsaszín, tehát hogy tényleg sokféle színű hajam volt már. De az eredeti az de, milyen színű? Szőkés és barna. Igen, Aha. viszont az nem ez nem volt jó? Már bocs. Hát, nagyon fiatal voltam, amikor először befestettem, akkor, akkor sötét barnára. Akkor egyébként azt mondtam, hogy szőke, biztos soha nem leszek. Ehhez képest arra mondom, váltottam, igen. mert muszáj egyébként a színes alaphoz szőke haj kell. Aha. Tehát azt másból nem nagyon lehet. Ö, igazából jó volt az is, de unalmassá válik egy idő után, legalábbis számomra. Mit fejez ki számodra az, hogyha színes a hajad? Mondjuk most két éve kék. Ezt így nehéz lenne megfogalmazni. Ö, tulajdonképpen számomra azt is jelenti, hogy merek bevállalni mondjuk egy extrémebb dolgot. Nagyon sokszor megkapom az emberektől, hogy és így kimersz lépni az utcára. De egyébként most már nem, mert megszokták, de eleinte nagyon sokszor megkaptam, hogy nem néznek, nem félsz, hogy úristen, hogy ekkora kékhaj. És Igazából nem, mert, mert arra törekszem, hogy tényleg én érezzem jól magam a bőrömben, és nyilván vannak olyan emberek, akinek, akiknek ez sok, vagy akinek ez nem tetszik, de szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy mi jól érezzük magunkat. Ezzel teljesen egyetértek, de hát azért valójában nem pont azért festetted be színesre, kékre a hajadat, hogy jobban odafigyeljenek rád, hogy jobban kitűnjél a tömegből? Abszolút nem volt bennem egyébként ilyen törekvés, főleg amikor elkezdtem zenélni, akkor két évig azt hiszem nem is volt semmilyen színes hajam. Először majdnem fekete voltam, abból szőke lettem, és utána jött egy ilyen gondolat, hogy, hogy, hogy szeretném kipróbálni, hogy, hogy milyen. Aztán az is benne volt a pakliban, hogy egyáltalán nem fog tetszeni, nagyon idegen lesz számomra, de aztán rájöttem, hogy, hogy, hogy ez áll hozzám igazán közel, és sokan kérdezik, hogy meddig lesz ilyen, és ezt nem tudom megmondani, mert ameddig jól érzem vele magam, addig így lesz. Jelenleg nem látom a végét ennek. <laughs> Tehát most ez egy, most egy állandó egy igen, ideig. Igen, Vala, meddig állandó lesz ez a kék. Igen, ugye, igen. a régi zenéket ismered, vagy mennyire vagy képben a régi dalokkal és abszolút, Abszolút, mert ugye apukám zenélt, ő most már abba hagyta, és amióta a világomat tudom, én mindig elektronikus zenét hallgattam. Na, szóval... amire gondolok, az éppen nem elektronikus zene, csak nem ja tudom, nem. hogy ismered -e, hogy van egy olyan presszers aminek az a címe, hogy Kékasszony. Hát most megfogtál. Jó, nem baj, nem, nem kvízműsor, hanem csak úgy, hogyha már a kékhajról beszéltünk, meg a zenére szépen eltevezünk, akkor eszembe jutott, hát ez jó régi, szerintem még bőven nem is éltél, amikor ez a dal megszületett, talán LGT, de az biztos, hogy Presser Gábor szerezte. Kékasszony ez a címe, Kékasszony elvitte a szívemet, ez pedig a refrénje, úgyhogy majd most meglátjuk, hogy te elviszed a mi szívünket. Jó, na jó, ennyit a kékhajról, és akkor vissza a zenére, és oda, amit elkezdtél mesélni, hogy meg amit mondtam is, hogy az édesapádnak köszönhetően kezdtél el komolyabban foglalkozni a DJ-skedéssel, de az apukád az hogyan kötődik ehhez az egészhez? Apukám rezidens DJ-ként dolgozott, nem mint főállás, nem mint főállású DJ, és igazából Amióta tényleg az eszemet tudom, mindig mondogattam neki, hogy én, ha nagy leszek, DJ szeretnék lenni. Ami most már így felnőtt fejjel, azért is furcsa számomra, mert amikor ő abbahagyta a zenélést, 12 éves voltam, tehát még a, a diszkók világába egyáltalán nem volt belátásom, be sem mehettem, hiszen túl kicsi gyerek voltam. De és... azt tudtad, hogy apu ezzel foglalkozik? Igen, és ez igen. Pécsett volt. Pécs és környéke. Uh -huh. Igen, igen, igen. Na, hogy ott születtél, és ott, ott éltél sokáig. Így van. És, és azért furcsa, így a mai fejemmel ez visszagondolva, mert ugye nem láttam, hogy hogy maga a zenélés mivel jár, hogy hogy milyen érzés a DJ pultban állni, hogy mennyi ember vesz körül. Fogalmam sem volt, mert még túl kicsi voltam, nem engedtek be ugye a diszkókba. Viszont amit láttam, az az, hogy folyamatosan ül a gép előtt, zenéket keres, és ez ilyen szörnyen unalmasnak tűnt számomra, hogy mit lehet ennyit matatni ott a gépen és zenéket keresni. És ezen kívül semmit nem láttam gyerekként, és mégis tényleg az elejétől kezdve azt mondogattam, hogy én DJ szeretnék lenni, pedig semmi fogalmam nem volt az egészről. És a szüleim nagyon sokáig úgy voltak vele, gondolom, hogy jó, majd kinövülj hát, hogy most ez jó, nem komoly. igen, valami kis hülyeskedés. Igen, 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 és apukám azt mondta, hogy ha 12 éves leszek, mert egyébként van egy gyerekkori képem, nagyjából 6 éves lehettem, azt, azt láttál? A ki is az Instára szerintem, Igen, van, azt igen, láttam. Igen, 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 igen. Igen, de mesélj el azért. Um, akkor is folyton nyaggattam, hogy tanítson, meg tanítson, meg, és mindig azt mondta, hogy ha 12 éves leszel, megtanítalak. Hát addig még évek voltak hátra, de én úgy vártam, hogy 12 éves legyek. És amikor 12 éves lettem, akkor eladta a lemezjátszókat, és abba hagyta az egészet. De ő miért hagyta abba? Hát sokszor kérdezem tőle én is, mert imádta, de azt mondta, hogy valahogy kiégett belőle ez a tűz a zenélés iránt. Uh -huh. Én meg ott álltam 12 évesen, hogy, hogy de megígérted. hát ezt vártam, igen, megígérted, és, és végül akkor nem tanított meg. Majd később, amikor 17 éves lettem, akkor így a, az utamba sodródott egy ilyen egyszerű kontroller. A mai napig van egyébként, így emléknek, mert, mert tök jó érzés így visszagondolni, hogy ezen tanultam meg zenélni. És mondtam neki, hogy most már nem úszod meg, most már hm. itt van ez a kontroller, nem kell csinálni semmit, csak kössük össze, és magyarázd el az alapokat. És képzeld el, hogy úgy volt, emlékszem, hogy mondta, hogy, Oké, okay, megtanítalak, de mit kezdesz vele? Aztán hála Istennek ez lett a munkám és a hivatásom tulajdonképpen. Akkor egy óra alatt elmagyaráztam, hogy nagyjából hogy épül fel egy zene, melyik gomb, mire való, de onnantól kezdve egyedül kezdtem el nagyon-nagyon sokat gyakorolni otthon, mindig Magadnak? suli után, igen-igen, uh -huh. igen, mert akkor én még gimibe jártam, és ahogy vége volt a sulinak, már futottam haza, és vettem elő a kis kontrollert, és sötétedésig, ameddig a szomszédok nem szóltak, én nyomtam, mert annyira élveztem azt, hogy zenéket keresek, én választom ki a zenét, összemixelem, gyakoroltam, megtanultam, hogy mi a számomra legideálisabb mixelési technika, és akkor így kezdődött minden Na, tulajdonképpen. oké, okay. ez, ez elég kimerítő volt, mármint a válasz, mármint a, úgy értem, hogy részletes és érthető, viszont szeretném, hogyha egy kicsit arról beszélgetnénk most még, hogy valójában Mit csinál egy DJ? Tudom, hogy ez így nagyon hülyén hangzik, de szerintem azért sokan, különösen mondjuk az idősebb korosztályból nem feltétlenül tudják, hogy ez miért egy munka. Szerintem egyébként a mai világban, bár régen sem volt ez másképp, úgy gondolom, nem csak arról szól a zenélés, hogy összemixelünk két zenét, mert akinek van egy kis hallás, a ritmus érzéke, az szerintem viszonylag könnyen és hamar megtanulható. Viszont egy buliban, most hogyha csak a bulit nézem, mert egyébként szerintem ez sokkal nagyobb annál, ugye meg kell tudni szólítani a fiatalokat, vagy akár a nem fiatalokat, mert általában a közönség elég vegyes, és tudni kell úgy választani zenéket, hogy a bulit azt így a tetőfokára tud emelni, és én például minden buliban játszok sok olyan zenét, ami biztos, hogy a közönség számára teljesen ismeretlen. Én, nekem ez például azért fontos, mert én így tudok egyedi lenni, más lenni. Szeretnék valami újat mutatni, mondjuk a slágerek között, és ezt szerintem nagyon jól kell tudni vegyíteni úgy, hogy ne legyen az, hogy hirtelen így mindenki megáll, hogy, hogy mi ez? jó, de, de én de ezt nem ismerem, igen. csak uh -huh. most kimegyünk a mosdóba, tehát hogy... Ez necces egyébként, nem? Mert, mert milyen, hogyha nem jön be? Volt már olyan, hogy esetleg nem jött be? Én mindig az adott közönséget figyelem, és hogyha mondjuk van egy irány, amiben elmegyek, akkor próbálom a reakciókat figyelni, és hogyha azt látom, hogy ez nem az igazi, akkor elmegyek a másik irányba. Nyilván úgy, hogy önazonos maradjak. Tehát van egy zenei stílus, vagy több zenei stílus, amiben én mozgok, meg aki követ és ismeri a munkásságomat, az tudja, hogy nagyjából milyen zenéket várjon, de mindig az adott közönséget figyelem, hogy mi az, ami számukra a legjobban bulizható. Ö, illetve nem csak erről szól az egész, hanem ugye a mai világban már a social médián keresztül is ö, szerintem meg kell tudni szólítani az embereket, hogy eljöjjenek, és nekem például óriási boldogság az, amikor elmegyek zenélni, és, és nagyon sokan oda jönnek hozzám, megölelnek, képet kérnek, elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, meg a cicáimat, és ilyen nagyon sok szeretetet kapok tőlük, és egyébként ezt igyekszem visszaadni a zenéken és a bulikon keresztül. Ahogy mondtad, hogy egy bulin belül is ugye kell, hogy legyen egy dramaturgia, hogy elérjenek a, az emberek, a szórakozni vágyó emberek a csúcspontra. Na de akkor közben neked is ugye át kell venni azt a ritmust és azt a lüktetést, és van, hogy egy este, ahogy itt a felvétel előtt is mesélted nekem, meg lehet olvasni is, hogy akár kettő, három, néha négy bulit is bevállalsz, akkor az azt jelenti, hogy te négyszer húzod föl magad egy este arra a szintre, mint a saját közönséged? Pontosan, igen, én az a fajta DJ vagyok, aki azt az egy órát, mert én egyébként egy órákat szoktam ezekben a bulikban zenélni, végig tombolja. Szóval rólam szakad a víz, mire végzek, akárhol Még vagyok. jó, személyedző vagy. Ma már nem, de, de igen, vagy igen, igen, igen. igen, És ugye van mondjuk 30 fellépésem augusztusban, és edzeni nincs időm. És úgy vagyok vele, hogy azért egy kis edzésnek talán felér hát egy kis kardiónak igen. az, hogy kardiónak 30 bulit végigugrálok, hát illetve biztos. ez mellett rádiózok, tehát az mind plusz. Úgyhogy tényleg nagyon sok, meg nagyon veszített a tempó, viszont, viszont számomra ez így tökéletes, mert hála Istennek én osztom be az időmet, és én vállalom be ezeket a bulikat, nekem nincs menedzserem, mindent magamnak Obolyan? intézek. Igen, igen, igen. És, és ez a tempó, ez jelenleg számomra tökéletes, mert a bulikban mindig visszatöltődöm. Hát ugye külföldi dj esetében lehetett leginkább arról olvasni, hogy, hogy ezt a fokozott igénybevételt ők azért leginkább úgy bírták, hogy sokan a droghoz vagy az alkoholhoz nyúlnak. Te ezt megúsztad, vagy megúszod? Hogy úszod meg? Én soha nem drogoztam, sosem próbáltam ki. Alkoholt, hát mondjuk a bulijaim 97%-ában egyáltalán nem iszom. Maximum egyszer-kétszer előfordul, hogy kocintunk, de én nagyon maximalista vagyok, tehát hogyha én zenélek, számomra nem fér az bele, hogy mondjuk annyit igyak, hogy az befolyásolja az én teljesítő képességemet, mert én mindig százszázalékosan képbe szeretnék lenni pont Azért, hogy fel tudjam mérni, hogy mi történik körülöttem, mire van szüksége a közönségnek. Úgyhogy én tényleg 97%-ban nem iszom, drogozni soha nem drogoztam, ki sem próbáltam. Szerencsére engem a zene, az pont annyira boldoggá tesz, hogy nekem eszembe se jutott soha ilyen szerekhez nyúlni vagy használni. Az, hogy a zene vagy a közönség energiája föl tud húzni, azt simán elfogadom és el tudom képzelni, és ez biztos, hogy így van. Na, de a kérdés az, hogy utána mi következik? Tehát amikor vége a bulinak, és mondjuk úton vagy egy másikba, ott akkor pihensz, összezuhansz, és aztán újra föl kell, hogy húzd magad, vagy mondjuk mész haza és hazaérsz, és leülsz a kanapéra, akkor ott mit, mi zajlik benned? Óriási nagy a kontraszt egyébként. Pont ezért én nagyon sokszor a fellépéseimre nem szoktam vezetni. Mindig úgy vagyok vele, hogy le a kalappal az olyan DJ-k előtt, akik maguknak vezetnek. Nem sok van egyébként. Tehát tényleg az a fajta kontraszt, hogy az egyik pillanatban mondjuk ott van előtted, 500, 1000 vagy 2000 vagy akár több ember bömböl a zene, mindenki sikít, óriási nagy pörgésben vagy, majd beülsz a kocsiba, a csendbe, a monoton autópályára. Sötérbe, vezetsz, igen, igen, vezetsz két órát, figyelni kell az útra, figyelni kell az állatokra, a forgalomra, mindenre, és, és egyszerűen az ember nem tud úgy figyelni, mert utána megint ugyanarra a szintre kell hozni a magát, amit ugye mondtál is, akár háromszor egy éjszaka, és nekem a párom, aki nagyon-nagyon aki sokat segít és mellettem áll, ez egy csapatmunka, mert ő szokott a legtöbbször engem a fellépéseimre vinni, és akkor én ilyenkor vagy hangolódok, aludni nem szoktam, nekem is mindig szemem a pályán, szóval uh -huh. azt figyelek, nem, soha nem alszom szinte két fellépés között, de addig megpróbálom egy kicsit kifújni magam, mert tényleg nagyon elszoktam fáradni ez alatt a buli, mondjuk a buliban az alatt az egy óra alatt, és akkor fejben készülök már a következőre. Oh, azért ez tényleg komoly, és tényleg nagyon sok energiát igényel, viszont ez anyagilag megéri? Hát most ez mindenkinek más, tehát ezt is embere válogatja. Én jól el vagyok vele. Egyébként amikor én felköltöztem Budapestre, mert ugye Pécsen születtem, akkor én érettségi után költöztem fel, teljesen egyedül, így a nagy világba, az egyébként nehéz volt lelkileg, mert a párom is Pécsen lakott még, a szüleim is nagyon hiányoztak. Tehát akkor hiányoztak. már együtt voltatok, amikor te fölköltöztél, de egyedül költöztél föl, és igen. akkor a szülők is, és a párod is még Pécset maradt. Mindenki, igen, a, a barátok, és nagyon-nagyon egyedül éreztem magam, az egy nehéz időszak volt, de az álmaimért csináltam, tehát én csak a zenélés miatt költöztem fel, és akkor még ugye nagyon az elején voltam, nem volt annyi bulim, nem volt annyi fellépésem, hogy hogy megéljek mondjuk belőle. Nem garantálta nekem senki azt, hogy figyelj, lesz öt buli egy hónapban, legalább a lakásodat ki tudod fizetni, ilyen, ilyen nem volt. És akkor például egy szoliban kezdtem el dolgozni, ahol emlékszem, hogy hogy 600 forintot kerestem óránként, és van egy ilyen ikonikus pillanat, hogy, ami így bennem maradt, hogy elmentem enni, tettem egy hamburgert, és így azon gondolkoztam, hogy te jó égén ezért fél napot dolgoztam. Mm. Tehát, hogy én is így kezdtem, és nincs is ezzel semmi gond, én egy csomót dolgoztam ott a szoliba, közben suliztam, közben zenéltem, ugye a személyjegyző sulit is csináltam, aztán akkor elkezdtem személyjegyzőként tevékenykedni, és akkor így hála Istennek sikerült fejebb lépegetni, és most már elmondhatom azt, hogy egy ideje csak a zenélésből élek, csak ez a munkám, amit tényleg szívvel, lélekkel, meg szeretetből csinálok. Igen, meg ugye abban is volt egy nagyon szép fejlődés történet, hogy ahogy olvastam, hogy az elején volt olyan, hogy egy embernek játszottál. Tehát, hogy valami olyan szórakozó hely kért föl, ami hát még annyira nem volt befutott, és te sem voltál még, még befutott DJ, és hogy bizony volt, hogy egy embernek játszottál. Aztán, hogy itt soroltam a helyszíneket, ugye a Szigettől, a Soundig, stb. stb. stb., hát ott azért több ezer, akár tízezer ember is ott lehet egy-egy bulidon. Tehát azért ennek is egy fantasztikus fel felívelése és egy története van, de de mit gondolsz, hogy egyébként viszonylag rövid idő alatt, mert szerintem viszonylag rövid idő alatt sikerült ezt elérni. Miért sikerült ezt neked ilyen hamar és ilyen szépen felépíteni? Ö, sok gondolat van most a fejemben, próbálok így végigmenni és megfogalmazni. Az első dolog az utolsó kérdésedre a válasz. Én mindig azt mondom mindenhol, hogy nekem a jó Isten segíti az utamat, és, és hogy ezért is sikerült mondjuk így előre lépegetni, illetve nyilván én is sokat dolgozom, és sokat teszek az álmaimért, és az egy, egyfős buli, amit Igen. említettél, az egyébként életem első fellépése volt, és felraktam igazából így a az internetre egy, egy mixet, életem első mixét, akkor kaptam meg az első megkeresést, hogy lenne -e kedvem a formáp az a bulik elején. A bemelegítés. Igen, 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 bemelegítés, amikor még csak elkezdenek gyülekezni az emberek. És ez a klub már nagyon nem működött akkor. Tehát, hogy nagyjából mindegy is volt, hogy milyen bulit vittél oda, nem nagyon voltak emberek. Engem meg senki nem ismert akkor még. És akkor úgy tökörültem, persze elmegyek és eleinte egyébként szerintem nagyjából mindenki úgy kezdi, hogy, hogy így ingyen. Tehát, hogy örülsz a lehetőségnek, Aha. tök lelkes voltam, hogy Úristen, most én tényleg egy egy diszkóba fogok menni, és ott fogok zenélni, és na nagyon boldog voltam így a lehetőségtől. És akkor elmentem, és ott realizáltam, hogy egy ember van, de egyébként én ugyanúgy lezenéltem, tehát nem volt. voltam. És özen. az az egy legalább élvezte? Úgy tűnt, igen, egy így jó. messziről, hogy, hogy élvezte. Aztán öm, aztán utána jöttek jobb bulik, tehát hála Istennek egy ilyen volt, de ez így bennem maradt, egyébként a diszkó utána be is örökre. Mm, tehát ez volt az, az, utolsó. az utolsó. Igen, 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 és akkor, és akkor ott a környéken, Pécs és környékén kezdtem el egy dombovári klubban vormapolgatni így korán, és akkor, és akkor én is úgy kezdtem, hogy, hogy ingyen, és tök boldog voltam a lehetőségért, hogy van lehetőségem mm -hmm. gyakorolni, vagy, vagy kipróbálni Persze, magam hogy milyen élesben, igen. Na jó, igen. De csak ugye, amit kérdeztem, hogy szerinted mi, a, mi, mi van benned, ami miatt sikerült viszonylag hamar fölérni, végül is Hát egyfajta csúcsra a szakmádon belül. Erre nagyon nehéz válaszolni, mert alapvetően én ilyen szerény lány vagyok, és most, hogyha bármit mondok, az olyan, mint hogyha magamat fényleszem. Hát, de várjál, de azért az emberek tisztában kell lenni a saját képességeivel és eredményeivel, tehát hogy szerintem az nem feltétlenül ö, tűnik beképzeltségnek. Oké, okay, őszinte leszek, csak az a baj ezekkel a válaszokkal, hogy mindig ilyen, ö, ilyen klisének tűnik. De én azt gondolom, hogy nem csak ebben a szakmában, hanem minden szakmában az egyik legfontosabb dolog az az alázatosság. Vagy a, vagy a szakmai iránti tisztelet, vagy az, hogy, hogy. Tehát, hogy igen, hogy szorgalmas legyél, alázatos legyél. És szerintem nekem, ami kulcsfontosságú volt, és a mai napig is az, mert, mert ilyen szempontból egyáltalán nem változtam. Hogy, hogy, óriási lelkesedéssel és szeretettel fordulok minden buliban. Tehát én nem, nem teszek különbséget, és én igyekszem mindig nagyon-nagyon kedves lenni az emberekhez. Én nagyon sokszor megkapom egyébként, amikor mondjuk itt találkoznak velem buli után, csinálunk egy képet, hogy, hogy milyen kedves vagyok. És ez azért is van, mert egyrészt ilyen vagyok, másrészt nagyon szeretem ezeket az embereket, mert mert az, az az érzés, amikor mondjuk a bulikban így körülnézek, és látok mosolyokat, és látok boldog nem, arcokat. Igen, igen, boldog emberek, igen, vagy, igen. Vagy, vagy mondjuk így látom, hogy rám néz és mutat egy, egy szívecskét a kezével, hogy ez nekem akkora boldogság, hogy én tényleg szeretem ezeket az embereket. Szeretem a zenét, szeretem ezeket a bulikat, és soha nem a pénz volt, ami motivált. Nem azért kezdtem el az egészet. Fogalmam se volt, hogy egyáltalán ebből meg lehet-e élni, vagy ha ilyen, akkor hogyan, vagy milyen körülmények között. Engem ami mindig motivált, az a zene szeretete és az, hogy tényleg gyerekkorom óta ez volt az álmom, hogy DJ lehessek, és, és ugyanazzal a lelkesedéssel tolom a mai napig. Nem, figyelj, az alázat, az szerintem nagyon fontos, az mindennek az alapja. Ö, és itt visszakanyarodnék egy kicsit a szüleidhez, mert közben nagyon sokszor jutottak eszembe, vagy jutott eszembe, hogy rákérdezzek. Például akkor, amikor 12 éves, vagy 6 évesen odáll egy kislány, és azt mondja, hogy DJ akarok lenni, jó van, majd kinövi. 12 évesen nem felejti el, 17 évesen elkezdik megtanítani, 18 évesen elengedik Budapestre egyedül a fővárosba, és engedik, hogy mindenféle unikornis színű haja legyen. Szóval, hogy a te szüleid azok? Nem féltettek soha? Én azt gondolom, hogy ennek az volt a kulcsa, hogy sosem voltam egy hülye gyerek, már bocsánat, tehát hogy én mindig tehát jó tanuló voltam, jó volt az érettségim, tovább tanultam. Tudták, hogy ez az álmom, és egyébként olyan lány vagyok, aki ha valamit a fejébe vesz, akkor megy és csinálja, és és számomra nem volt olyan opció, tehát sokan kérdezték, hogy hogy, hogy mertél így egyedül, gyerekfejjel, hát soha nem voltam boltba, alig főztem, és csak mentem, és számomra nem is volt kérdés, hogy belevágjak, mert nekem ez volt az álmom, és az kellett tehát ezt kellett megtennem ahhoz, hogy elindulhassak ezen az úton. Úgyhogy ők, hála Istennek, nem próbáltak visszafogni ebben. Egyébként eleinte ö, négy lányjal laktam együtt, és egy olyan szobát béreltem, ami nem volt ablak. Jezus Mert hogy nem szem. volt egy szoba, aha. csak egy szobának szoba, volt valami, Igen. amiben elfért egy ágy, és akkor így ott érdekeltem minden nap. Aztán, Közben aha. dolgoztam a Szoliba, és és tudtam, hogy, hogy az álmaimért teszem. Szóval ők ebben mindig támogattak. Hát a hajam, emlékszem egyébként, hogy amikor felhívtam anyát két éve. Megyek fodrászhoz, és milyen lesz a hajad? Mondom, kék. Jaj, ne! Ez volt a válasza. Most. Most például van egy ilyen hobbim, hogy most elkezdtem egy-két ilyen parókát rendelni, csak így viccből, mert uh -huh. lehet láttad, hogy volt egy ilyen neonzöld igen, paróka igen, rajta. igen, igen, láttam azokat is. Most rendeltem kíváncsiságból barnát, hogy, hogy uh -huh. vajon, vajon milyen, de, de marad a kék. csak uh -huh. hogyha éppen úgy tartja kedvem, feldobom és, és ennyi. És Fölraktam, és azt mondta, hogy fú, ez nagyon rossz. <laughs> maradják ég örökre, annyira jó a kék, tehát most már imádja, és Aha. nem is tud elképzelni más, hogy. pedig eleinte... Tehát akkor ők egyrészt nyitottak nyilván, Abszolút. másrészt viszont nagyon bíztak benned, bíztak abban, hogy, 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 igen, hogy igen, jó igen. csajt neveltek. Igen, szerintem ez volt a kulcsa, mert tehát így elmertek, nyugodt szívvel engedni, nyilván féltettek, mert eleve, hogy az éjszaka, meg ja, ilyenek, igen. de eleinte egyébként volt az első... Három évben, azt hiszem igen, az első három évben volt menedzserem. Uh -huh. Szóval ott nem egyedül vágtam neki a budapesti életnek. Ez is egy nyugodtságot adott számukra, és, és akkor így onnan indult az egész, és három évvel később szakadt meg ez a, ez a menedzseri kapcsolat, és onnantól kezdve most már három éve, hogy mindent egyedül és magamnak intézek. Illetve te, ahogy mondtad, a párod azért besegít bizonyos... Igen, igen, csak mint szervezés szervezésben. Szervezésben, igen, azt, igen. azt egyedül. És azt egyébként bírod egyedül? Tehát, hogy nem, nem hiányzik azt, hogy legyen melletted egy ö, ilyen szempontból profi szakember? Ö, Tudom, hogy leszedik a pénzt, meg minden, de hogy. Nem, nem ez a gond egyébként. Én egy ilyen elég határozott sajnak gondolom magam, és én élvezem ezt a folyamatot, hogy, hogy minden az én irányításom alatt van, hogy én nekem kell eldönteni azt, hogy mi az, ami számomra belefér, vagy én számolom ki azt, hogy A-ból B-be mennyi idő kell számomra, hogy biztonságosan átérjek. Mert én Például arra nagyon figyelek, hogy én soha nem száguldozom, mindig a testépség az első. Én nem fogok egy buli miatt sem kétszázal menni, csak azért, hogy egyel többet be tudjak vállalni, hanem normálisan betartjuk a sebességet, és akkor megmondom, hogy én most kettőre tudok átérni, háromra tudok átérni. Mindent én szervezek, illetve szeretem az emberekkel tartani a kapcsolatot, tehát hogy. Számomra ez egy olyan folyamat, ami, amit élvezek, és ezért nem szeretném a kezemből kiadni, mert ameddig boldogságot okoz, addig tök jó, hogy, hogy én rálátok tulajdonképpen mindenre. De hogyha már az előbb említetted az éjszakát, hogy a szüleid azért féltettek az éjszakától, és azért így az éjszakai munka, vagy akár előadói munkához egy csomó minden talán sztereotípia társul az emberek fejében. Tényleg veszélyes az éjszaka? Szóval a találkoztál mondjuk furcsa szituációkkal, vagy akár veszélyes helyzetekkel az elmúlt évek során? Én lekapogom. Soha nem volt ö, olyan problémám, mondjuk, hogy ö, valaki jött volna, és tiszteletlen lett volna, vagy bármilyen. Nyilván nagyon fontos, hogy, hogy észszel menjen el az ember bulizni. Vagy hogyha iszik, akkor, akkor felelősség teljesen mértékkel. De, ezt, de ez akkor is igaz, hogyha az ember csak mint szórakozni megy el, vagy akár a pult másik oldalánál és, és, zenél, mert, mert mindenhol fog találkozni sajnos furcsa emberekkel, vagy felkínálják neki, hogy drogoz vagy bármit Tehát, hogy szerintem Jó, tehát ez a beszél, ez a része az... azért igaz, nem? Tehát, hogy az éjszakában az benne van, hát, hogy megkínálnak droggal, hát hogy belét kötnek, hogy, a, hogy valaki túlrészeg, és azért kötekedik. De ez bárhol megtörténhet, egy házi buliban, egy kocsmában, egy pubban, szóval persze, ez, ez attól függ, hogy milyen társasággal vagy, de szerintem az fontos, hogy mindig olyan barátokkal megy, akiben megbízol, ha baj van, figyelnek rád, és mindig tényleg okosan és, és figyeljetek oda, mert mert furcsa emberek sajnos mindenhol vannak. Hát igen. Na, de akkor ebben is tudatos vagy. Tehát, hogy ebben is az látszik, hogy te így nagyon tudod, hogy hogyan akarsz viselkedni bizonyos helyzetekben. Igen, igen, mondom, tényleg nekem soha nem volt ilyen problémám. Tehát, hogyha valaki nem akar, akkor azt tartsák tiszteletben, és hagyjanak békén. Na, és figyelj, mit tud ez a fiú, aki immáron a vőlegényed, és már, ahogy mondtam, is hat éve együtt vagytok, és hogy most kiderült, még azt is kibírta, hogy te egy ideig egyedül éljél Budapesten, ő pedig ott maradt Pécset, szóval, hogy ő, ő, hogyan jött a képbe, és ő kicsoda, mit lehet róla tudni. <laughs> Egyébként róla viszonylag keveset beszélek, illetve kevés közös fotó van. Aki nagyon kíváncsi, meg tudja keresni. Tehát, hogy nincs elrejtve, uh -huh. de én annyi mindent megosztok, így a social médiában magamról, hobbijaimról, macskámról, mindenről, hogy így nagyjából a családom és a párkapcsolatom az, ami ami nincs úgy kiteregetve mindenki számára. Mindenki tudja egyébként, hogy mennyasszony vagyok, mindenki tudja, hogy szervezzük az esküvőt, de nem tolom nagyon bele az emberek arcába. Hat és fél éve vagyunk együtt, tavaly kérte meg a kezem, és hát a, a bizalom az nálunk az ilyen nagyon magas fokon működik, mindkét irányba, de szerintem ez az alapja. Tehát, hogyha most én elmegyek bulizni, vagy elmegyek fellépni mondjuk külföldre, és nincs ott velem, akkor nem történik meg az, hogy mit csinálsz, hol vagy, tehát hogy ezt így a rossz értelemben, és szerintem ez nagyon fontos, meg ez az alapja. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogyha valaki DJ, és az éjszakában van, hogy nem féltékeny, mert hogy hát ez igen, mennyi felmerül. ember vesz körbe, de igazából mindig azt mondom, hogyha valaki flörtölni akar, vagy, vagy valamit akar csinálni, azt egy kávézóban is megteheti, vagy bárhol. Nyilván sok Ugye. ember vesz körül minket, de aki mondjuk eljön velünk, vagy velem egy fellépésre, az látja, hogy tulajdonképpen az történik, hogy megérkezek a klubba, beszaladok a DJ-pultba, lezenélek, és szaladok a kocsiba. Gyors, amit tudok, képeket megcsinálok, de olyan feszített a tempó, hogy ilyenekre idő, még hogyha én egyedülálló is lennék, hogy én valakivel ott nem tudom, ránézzek, és akkor valami kialakuljon, szinte lehetetlen, mert annyira gyors a tempó, hogy, hogy sok ember ezt nem tudja, nem látját, mert nem egy hétköznapi meló, ugye, de tényleg rohanunk A-ból B-be mindig, úgyhogy ez nem olyan, hogy... Most ott akkor én bemegyek akkor... a közönségbe, és akkor kiszúrok valakit, és ne, ez nem így működik. De akkor ez egy, ez egy gim gimnáziumi szerelem, hogyha jól számolom? Ő, 18 voltam, de, igen. Épp de, hogy de, de akkor nem, nem, az is, de nem az iskolában jöttetek össze? Nem, nem, ja, jó, nem, nem, tehát, nem, nem. meg ő idősebb nálam, 8 évvel, és ő, eleinte zavarta, hogy én túl fiatal vagyok. Hát és akkor miért jött veled össze? Hát nem is jött velem össze egy évig egyébként, Jaha. aztán. Aztán mindig úgy alakult, nagyon durva, hogy soha nem láttam előtte, aztán mindenhol összefutottunk, és akkor így akarva akaratlanul megismert, és, és így rájött, hogy ahhoz képest, hogy 18 éves voltam, hogy mennyivel érettebb vagyok a koromnál, mert én már akkor is olyan voltam, mint most, Tehát én elköltöztem, belevágtam, dolgoztam, csináltam a kis dolgaimat, és ilyen szempontból nagyon felnőttes voltam a koromhoz képest, bár a másik oldalamon meg egy nagyon dillinyós lány vagyok, aki ilyen örök gyerek, de, de hogy ilyen szempontból felnőttes voltam, és akkor rájött, hogy sokkal érettebb a koránál, és akkor eltelt egy év, és aztán végül összejöttünk. de, jó, de ez tök jó. És akkor ő Igen. most azzal foglalkozik, hogy hogy neked segít időnként, vagy, vagy van civil foglalkozás? Van, van, van. Ez ilyen mellékes. De ez Aha. már az elejétől kezdve így volt. Tehát mi akkor jöttünk össze, amikor nekem mondjuk volt két bulim egy hónapban. Szóval az elejétől uh -huh. végig kísérte az egész folyamatot. Na, akkor ő is nagyon büszke lehet, nem? Hát remélem, hogy igen. De nem szoktam mondani, vagy nem szoktatok erről de, beszélni, de. hogy honnan hova jutottatok? De el? igen, de igen, igen. igen. Meg hát ő, mindent tud, ami körülöttem zajlik, mindent megbeszélünk, mindent megosztok vele. Nagyon érdekel a véleménye, meg egyébként a, a családom véleménye is. Szóval ők azok, akiknek a véleményét mindenben megkérdezem. Nem feltétlenül hallgatok rájuk, ez nem azt <laughs> okay, jelenti, okay, okay. de összegyűjtöm az infokat, tehát hogy tényleg mindent tudnak rólam, nekem a családom az az, az első, így minden. Úgyhogy ez, ez egy, szoros kapcsolat. Többször szóba került már a rádió is, ugye a Rádió 1, ez nem reklám, csak ugye azért nagyon sokan szerintem onnan is ismernek, hogy oda bekerültél, és ugye, és ugye tavaly az év DJ-jének meg is szavaztak, meg minden. Elmondod, hogy mondjuk most így nyáron egy heted nagyjából, hogy néz ki rádióval, fellépésekkel együtt, tehát hogy egy napod, illetve hát hét napod nagyjából milyen, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen Lili élete? Igen, igen. Egyébként a Rádió 1 év DJ-e szavazás, hát az off, óriási boldogság volt nekem, szóval ezt nagyon-nagyon köszönöm innen is a, a közönségemnek, hogy támogattak, és sikerült ezt megnyerni. Most egy hetem nagyjából úgy néz ki, hogy öm, ugye általában hétvégén vannak a bulik, de nyáron nincs hétvége, illetve nyáron minden hétvége, mert nagyon sok fesztivál, nagyon sok... Öm, fellépés van a hétköznap, tehát nagyon sokszor már kedden vagy akár szerdán elindulok fellépni, mondjuk szerdán elmegyek Szegedre és Békéscsabára, aztán hazaérek reggel hatkor, lefekszek aludni, alszok mondjuk egyik. felkelek, akkor nyilván nekem nappal ugye vannak dolgaim, e-mailekre válaszolok, megkeresésekre hát válaszolok, igen. igen, szervezem uh -huh. ezeket a dolgokat, zenéket keresek, szóval mindig napra késznek kell lenni. A social médiában is kell posztot gyártani, képeket csinálni, aztán elkészülődök, elmegyek akkor mondjuk szombathelyre, meg Zalegerszegre a világ a másik oldalára, oldalára pont. Hazajérek reggel csütörtökön, mondjuk most nyáron minden csütörtökön van egy ilyen önálló estem, én ezt elixírnek neveztem el, akkor ott vagyok, oda leérkezek már korábban, találkozok az emberekkel, beszélgetek velük, közös képeket csinálunk. Aztán pénteken lenyomok egy duplát, mondjuk Baja-Pécs, és szombaton meg egy triplát valahol ah. máshol, és akkor mindig reggel hazérek, és emellett ugye ott van nekem a rádió egy, az pedig csütörtökön van, 9-től 11-ig, ami fix, és minden héten változó napokra esik, egyszer vagyok a live mixben, délután 5-től 6-ig, szóval ez még ugye mellette, arra is zenéket kell keresni, össze kell készülni, folyamatosan napra késznek kell lenni, szóval azért ez így elég összetett, meg melós, és akkor valamikor kéne pihenni, vagy mondjuk festeni egyet, amikor csak úgy kikapcsolsz, de most például... Azzal kapcsolsz ki a festéssel? Hát, nagyon ritkán. Egyébként nálam ez ilyen kettfüggő, szeretek festeni, de olyankor olyan vagyok, hogy elkezdem, és hat, óra, hat órán keresztül nem lát senki, vagy hét, csak így Aha. eltűnök. És utána fél évig nem fogok meg egyet, ecsetet se mm, szóval nem mm, ez ilyen, ilyen változó. Nálam inkább a kikapcsolódás az a, a cicáim, a családom, az, hogy elmegyek mondjuk egy, egy nagyon kontrasztos helyre. Tehát, hogy mondjuk van a buli, a és a zaj, és akkor elmegyek egy ilyen kis erdőbe, ahol Aha. félre rakom a telefont. A kell a csend. Néha igen, igen, igen de hisz. ritka, hogy van idő mondjuk erre. Aha. Na jó, Lili, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy még jobban megismerhettünk. Én szerintem azért sikerült most egy kicsit tényleg jobban is megismerni. Túl a kék hajon, és a Igen. DJ pulton innen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Sziasztok! 98.6 FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.